Köszöntöm Önöket! Ez a Weekend, a Kölcsei Televízió kulturális magazin műsora. Május utolsó hetében vagyunk, ne feledjék, vasárnap gyereknap. És ha igazak az előrejelzések, akkor kellemes tavaszi időben telik majd a nap. Most nézzük, mi lesz a mai adásunkban. A Magyar Népmeséért Alapítvány jótékonysági előadásokat szervez az ukrajnai menekültek megsegítésére, Berec András, Kossuth Díjas előadó művész részvételével. A gyereknap apropóján egy rendhagyó irodalomórára is invitáljuk Önöket. A Holden Rose néven népszerűvé vált kortárs ifjúsági irodalom egyik kiemelkedő írójával láthatnak majd beszélgetést. Aztán Pál István etnográfus, a Sóstói Múzeumfalu nyugalmazott igazgatója legújabb kötetét mutatja be nálunk, majd a Kálai gyűjtemény programjairól beszélgetünk. Az intézmény ráadásul országos elismerést vett át a közelmúltban. Már is kezdünk. Különleges programmal várja segíteni vágyókat a Magyar Népmeséért Alapítvány. A szervezet Berec András, Kossuth Díjas előadó művész segítségével három megyei helyszínen rendez jótékonysági előadásokat. A részletekről Berec János, a Magyar Népmeséért Alapítvány egyik alapítója, valamint Cservenák László, az alapítvány kuratóriumi elnöke beszélnek nekünk. Sziasztok, jó estét! Először is akkor tisztázzuk, ugye nem vagytok rokonok, sajnos, de úgy gondolom, hogy most ez a rendezvény kapcsán meg kifejezetten jó, hogy... Igen, van egy kis plusz töltet ennek a dolognak, sokan így gondolják egyébként, de évek óta jó a kapcsolat művész úrral valóban, és a tavalyi év őszén fogalmazódott meg bennünk, vagy egy kisebb csapatban a Népmese napján, hogy valami újat indítsunk el mi is. Tehát mindig is piszkált bennünket ez a típusú kulturális vonal egy kicsit, és az alaptöltete az volt, amikor művész úrral is vagy Andrással beszéltük, hogy rohanó világban élünk, a mai fiataloknak már nincs annyira igényük, idejük a gyerekeikkel foglalkozni, kicsit jobban kellene koncentrálnunk arra, hogy foglalkozzanak a gyerekeikkel, olvassanak mesét. Ennek sok összetétele van. Utána majd oktatás, iskolai vonatkozása is vannak ennek. És hát ez volt az egyik szegmens. És az éven pedig, amikor megalakult tényleg hivatalosan az alapítvány, akkor sok-sok tervel indultunk. De sajnos a háború az ezt felülírta az elképzeléseinket, és akkor megint újra gondoltuk az alapítvány életét, és művész úrral találtunk egy ilyen közös hangot, ő is azt szerette volna, hogy valahogy segítsünk az Ukrajnából menekülőknek, vagy a háború elől menekülőknek, főleg a gyerekeknek, a szülőknek, ő is szeretne ezt hozzátenni. Én úgy gondolom, hogy egy húzó név, és így pattant ki ez a jótékonysági mesemondási történet. Hát ugye mondhatnám azt, Laci, hogy lassan most már te így a mese professzorra leszel, hiszen korábban is volt egy rendezvény, és az is nagyon sikeres volt. Amikor most itt az alapítványt megálmodtátok, akkor kifejezetten a magyar népmesének a felkarolása, illetve ennek a műfajnak az ápolása, vagy azért ettől egy picit univerzálisabban, egy kicsit az irodalom, a maga a mese műfaja is benne van a történetben, vagy kifejezetten most a magyar népmesére koncentráltok? Jó, nagyon jó a kérdés. Igazán kifejezetten nem csak a magyar népmese, tehát megfordítom a mondatot, de keressük a fiatal tehetségeket, tulajdonképpen Berec András utódait, nem csak egyet, akár többet is. Mert ennek ő az utolsó nagy mohikánya, akik ismerik ugye országszerte, vagy akár világszerte, mert művész úrral beszéltem múlt héten, akkor éppen Londonba lépett fel, de mondta, hogy most megy Argentínába, de majd jön haza, és mindenhol az ottani magyar kolóniáknak adja elő a művészetét. Ő tényleg egy különleges, unikális művész ebben a szakmában. Én azt mondom, hogy óriási megtiszteltetés, hogy ő is meglepődött, hogy ő utolsó mohikánként egyedül harcol ebbe az országba azért a műfajért, és akkor mi Jánosra odaálltunk el, és akkor azt mondtuk, hogy mi csinálnánk egy alapítványt a magyar népmeséért, mindenképpen ennek a népmese kincsnek, a gazdag monda világnak az ápolása lenne a felkorolás, és ahogy említette alapító tagunk, a szélesebb néprétegekkel való megismertetése, tehát az, hogy
világos, hogy ismerik az iskolákban a magyar népmeséket, meg esetleg talán még a középiskolások, de igazándiból, amikor oda kerülünk, hogy valaki felnőtt lesz, mondjuk 20-30 éves, és esetleg családja van, akkor mindenki csak rohan és megy, és ezt szeretnénk valahogy megállítani, hogy ne arról szóljon egy fiatal család élete, hogy bekapcsolom a gyereknek a tévét, és ráhagyom, hogy melyik csatornát, meg hogy nézze, vagy beteszek egy DVD-t, hanem próbáljuk meggyőzni ezeket a családokat, illetve lesznek olyan rendezvényen, kimondottan népmese táborokat akarunk, ezekről János nem beszélt. Akarunk majd szakmai konferenciát, az meg lesz majd az idén ősszel a népmese nap környékén. Tehát szeretnénk megérinteni azokat a családokat, főleg ugye a középkorosztályt, vagy még egy picivel fiatalabb, attól függ, hogy hogy van most ez a gyerekvállalási kedv, hogy mennyivel személyesebb a gyereknek akár mesét olvasni, vagy akár fejből egy történetet elmesélni. Itt pont talán a múltkori mese nap kapcsán beszélgettünk, hogy mindegyikünk úgy nőttek fel mellettünk a gyerekeink, hogy mi személyesen meséltünk, és teljesen más volt az az érzelmi kapocs a gyerek és a szülő között, mint hogy most azt mondja a szülő, hogy a kedvenc mesédet nézd meg százszor, de most nekem dolgom van. Nem ugyanaznak a hatása, és a Berecz András is ezért harcol, hogy ezt értsék meg azok a családok, akik tényleg azt szeretnék, hogy egészséges, felnőtt, mentálisan is felnőtt gyerekek kerüljenek a társadalomba. Ugye én pedagógusként is el szoktam mondani, hogy addig, ameddig a gyerek ott ül, és akár egy illusztrált mesekönyvből nézik, kap egy picit a fantáziája egy kis mankót, de azért mégsem annyit, amikor ugye pereg előtte maga a mese, ahol nem tud kérdezni. Legfeljebb meg tudja állítani, de általában nem a szülővel együtt nézi, ugye ezek éppen ilyen gyerekcsúszként vannak felhasználva. Egy mese mondás során pedig van lehetősége rákérdezni, hogy az mit jelent, tehát nyilván a nyelvi fejlesztés az egészen más. Erről még órákon át beszélgethetnénk, meg magáról arról is, hogy mennyire különleges ugye a művész úrnak az előadói képessége, tehát ő egy igazi karizmatikus, lenyűgöző egyéniség, aki magával ragadja a publikumot, és a végén aztán úgy érzik, hogy mint aki egy ilyen jó kis wellness hotelben járt, tehát a mesének ugye van gyógyító hatása. Amellett, hogy gyógyulnak, jótékonykodnak is azok, akik elmennek majd ezekre a rendezvényekre. Ugye három helyszín van, június 7-én 18 órakor Máriapócson, másnap június 8-án délelőtt 10 órakor Biriben, és aznap délután, tehát június 8-án délután 2 órakor pedig Gáva Vencsellőn fog a művész úr egy mese délelőttől délutánt tartani. Tulajdonképpen az az összeg, amit ugye átutalásos formában várnak a települések, azt hogyan tudjuk elképzelni, milyen nemes célra fordítódik majd? Hát az ukrán háborúval kapcsolatban ugye nagyon sokan, sokféleképpen segítettek már, ezt látjuk a médiából, és ahogy az előbb is említettem, művész úr is szeretne ezt hozzátenni, és mi az alapítványon keresztül ezt támogatjuk. Ezen a három településen, de nagyon sok településen vannak ilyen, ugyebár a menekültek különböző táborokban, magánlakásokban elhelyezve. Elsősorban itt a megyébe kerestünk. Országosan is lehetett volna, de katasztrófavédelemmel egyeztetve maradtunk inkább szűk körben egyenlőre. Majd kiterjesztjük ezt a vonalat szélesebb spektrumra is, de egyenlőre én úgy gondolom, hogy kicsit marketingeljük saját megyénket, ezáltal is, művész úr által. És ahogy művész úr mondta, tehát elsősorban olyanoknak tud ő jól előadni, akik értik is az ő szófordulatait, poénjait, tehát a magyaros nyelvezetet. És például nálunk Gáva Vencsellőn kimondottan ukrán anyanyelvű menekültek vannak, tehát mi készülünk például tolmácsokkal majd, hát hogy ez mennyire fogják tudni átadni ezt a dolgot, majd meglátjuk. De kiderül majd, hogy ki milyen tehetséges mesemondó. Igen, de Máriapócson és Biribe ott magyarul tudó menekültek vannak, tehát ők bizonyára fogják élvezni az előadást. És hát az, hogy az összeg, ezt pedig úgy találtuk ki, hogy minden település az összegyűjtött, vagy összegyűlt összeget a saját településén élő menekültek javára fogja majd felhasználni. Hát most, hogy az élelmezés, vagy eszköz, vagy bármi, oktatás, tehát ez majd ott minden polgármester úgymond lekezeli a saját településén. Hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden forint jól jön, és azért ugye azt is lehet tudni, hogy azért sok esetben, bár nyilván vannak felajánlások és önkéntesek, de sokszor az adott településnek az anyagi terhe, illetve ugye nekik kell ezt a dolgot megoldani, tehát mindenképpen segítség.
Köszönjük szépen, sajnos az időnk lejárt, de reméljük, hogy közben a nézőknek megmutattuk a számlaszámokat. Van-e valamilyen internetes elérhetőség, ahol esetleg még tudjuk követni, vagy Facebookos, ahol... Facebook oldalon, vagy Facebook oldalon. Minden településnek a Facebook oldalán már fenn vannak ezek a plakátok. És igazándiból még egy mondat, Berec András azért gondolt ezt műsor szűk idejét nézve, hogy kicsit szagadjanak ki ezek a családok, tehát mentálisan egy kicsit legyen jobb a közérzetük. Ugye mi találkozunk először a háborús menekültekkel, nem Budapesten, hanem először a mi megyénket érintik, és azért is akartuk a szűkebb megyében tartani ezeket az előadásokat. Hogy egy kicsit elvarázsolódjanak. Pontos. Köszönjük szépen. Köszönjük. Petőfi Sándor születésének 200 éves évfordulója alkalmából az Országgyűlés Petőfi emlékévnek nyilvánította a 2022-es és a 2023-as esztendőt. Az emlékév kapcsán számos programot szerveznek országszerte. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezen a héten 10 település diákjai nyerhettek betekintést a költő óriási életébe és munkásságába Holden Rose, vagyis Kovács Attila rendhagyó irodalom óráin. Mikor kezdődött a te írói pályafutásod, és hanyadik kötet ez már a sorban? Nagyjából egy olyan 8 éve kezdtem el írni mindössze. Kiderült utólag persze, az ember visszagondol, akkor gyerekkorában is írogattam, tehát gyerekkoromban is írogattam, mert 8 évesen írtam verset, meg tinédzserkoromban novellákat, meg szerelmes verseket, tehát ki nem. Aztán főleg inkább dalszövegeket írtam, hiszen zenéltem, és lemezeim jelentek meg különböző zenekarokkal. De ez az írás, hogy effektíve hosszú prózát írok, ez 8 éve kezdődött. Akkor teljesen véletlenül írtam egy regényt, ezt a történetet már sok helyen elmeséltem. Valójában én egy librettót akartam összehozni egy rockoperához, de beleszerettem a sztoriba, és úgy gondoltam, hogy ha már lúd legyen kövér, akkor megírom. Ezt elküldtem egy kiadónak, és ők nem válaszoltak, vagy nem tették egyértelművé, hogy nem akarják megjelentetni. Ezért elmentem a kiadó egyik rendezvényére, hogy ott személyesen találkozzak a tulajdonossal, és ott már elmondták, hogy nem fog megjelenni. Viszont közben már ott voltam a rendezvényen, elkaptam egy ilyen színpadi beszélgetést, ahol éppen arról beszéltek, hogy szeretnének még több ifjúsági regényt kiadni, már ez a kiadó, és azt is elmondták, hogy körülbelül miért is szeretnének, ilyen 70-es évekbeli hangulatú gyerekek rohangálnak ide-oda, amoda, nyomoznak, teszik-veszik a dolgokat, mint egy korabeli tévéjátékban. És nekem valahogy ez ott nagyon megtetszett, és megkérdeztem a kiadó tulajdonost, hogy szabad-e próbálkozni. És mondta, hogy persze, próbálkozni mindig szabad. Ezért én hazamentem, én emlékszem, hogy kb. 3-4 napig gondolkodtam azon, hogy nem lehet megírni egy ilyen regényt a mai világban, hiszen mindenhol mobiltelefon, televízió, egyébként, tehát sokkal más, hogy áramlik az információ most, mint egy ilyen 70-es évekbeli közegben, gondolhatod, mint egy kismaszat és a gézengúzokban, vagy ilyesmiben. Aztán utána rátaláltam egy ilyen mesdjére, és gyorsan megírtam 3 fejezetet, ez volt a 3. című könyvem, átküldtem a Zolinak, és azt mondta, hogy király, várja a folytatást. És összesen 9 napot szántam erre a regényre, annyi idő alatt kész is volt, és az volt az érdekes, hogy kiderült, hogy egy pályázat miatt még abban az évben meg kéne jelennie, és erre összesen volt 6 hetünk. Tehát a regény írásának megkezdésétől a boltba való kerülésig 6 hét telt el, és akkor még grafikust kellett szerezni, borítógrafikus, minden, én találtam rá a Varga Zsoltira. Tehát az egész egy óriási kalandnak indult, és az is maradt utána, hiszen fél évenként jöttek ki ennek a sorozatnak az újabb és újabb részei, és akkor ez lett ez a Howard Matthew különös esetei sorozatom, amivel a mai napig is túlnézom. És milyen a kapcsolatod az olvasó közönségeddel? Hát ugye nem titok, hogy én járom az országot és előadásokat tartok az olvasásról. Ez úgy indult, hogy én szerettem volna népszerűsíteni a könyvemet, de nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem fog működni, hiszen az, hogy oda menjek és mutogassam a könyvem, hogy ezt vegyétek meg a gyerekeknek, tehát ez a legkülönbözőbb módokon elkönyvtelen. Inkább arról szól a dolog, hogy próbálok olyan előadásokat tartani, ahol a gyerekeknek adok is valamit, adok egy gondolatiságot ezzel az olvasással kapcsolatban, és mostanában azért sokan mondják azt, hogy jaj, nagyon keveset olvasnak a gyerekek. Igen, keveset olvasnak. Mondják azt is, hogy sokkal kevesebbet olvasnak, mint régen. Ez sajnos nem igaz. Szerintem régen se olvastak többet a gyerekek. Szerintem régen is megvolt az olvasó gyerek, meg a kevésbé olvasó gyerek. Sokkal drámaibb most a helyzet. Ugyanis régen az a gyerek, aki nem olvasott, az játszott. Az szépen ment, fölmászott a fára, és eltörte a lábát rendesen.
klasszul, ahogy a gyereknek ezt tennie kell. De manapság már nem ezt csinálják a gyerekek. Leülnek, és tényleg mobiloznak, és monitorok előtt ülnek, és az a baj, és ezt próbálom átadni az előadásokon, és 3-tól 12-ig vannak előadásaim az olvasásról különböző korosztályoknak, és mindenkinek erről mesélek, és mindenkinek ezt próbálom beültetni a kis fejébe, hogy maga az a fejlődés, hogy mi emberek lettünk, az annak a következménye, hogy képesek vagyunk elképzelni dolgokat, képesek vagyunk olyan dolgokról beszélni, ami nem történt meg, vagy majd csak meg fog történni, képesek vagyunk, teszem azt, hazudni, vagy egyszerűen lelkesen, vagy szomorúan beszélni dolgokról. Ez az emberek sajátja. Ha ez a képzelet nem működik a fejben, akkor nem működünk, mint ember. És a monitor, ami kiszolgálja az agyunkat, ami nem teszi lehetővé, hogy mi gyártsuk le ezeket a képeket, mi gyártsuk le ezeket a motivumokat, szépen lassan kiüli belőlünk ezt az alapvető dolgot, ami emberré tesz minket. De most nagyon-nagyon durvának hangzik, ahogy így elmondom, de a kisgyerekeknél, akik szinte már függők ezekkel a monitorokkal kapcsolatban, még akkor is, ha tök ügyes benne, és jaj, annyira ügyes, és egyébként is jól gondol, meg jó tanuló, meg minden ügyes a pistike, csak az a baj, hogy közben olyan alapvető emberi dolgok nem fejlődnek a kis lelkében, amiknek fejlődni kéne. És hát persze, ezt még ezer módon ki lehet kerülni, egy hangos könyvvel, egy színházi előadásokkal, ha beszélgetnek vele a szülők. De most őszintén, melyik gyerekkel beszélgetnek a szülők? Tehát én azt gondolom, hogy az olvasás, mint egy ilyen instant, fejlesztő eszköz, ezt mindenféleképpen vissza kéne rakni a gyerekek életébe, méghozzá bármilyen eszközzel. És amit mondtál, ami most jelenik meg a Móránál könyvem, a Lapátos fickó, az pontosan egy ilyen erőteljes próbálkozás. Ugyanis a felsős gyerekek olvasnak a legkevesebbet. Az 5-től 8-ig életkorú gyerekek olvasnak a legkevesebbet, és őket célozza ez a könyv. Azt, hogy mondjuk egy 10 éves egy krimit olvas, vagy egy detektív történetet, vagy egy fantazit, vagy most már ugye tudjuk, hogy születnek már tulajdonképpen horror regények is. Ezt egyébként íróként, apaként hogy látod, hogy szükség van a gyerekeknek is, ugyanúgy, mint a felnőtteknek egy kis lútbőrözésre, egy kis rémületre? Szerintem a megfelelő mértékben ez mind működik, persze. A Lapátos fickó az kifejezetten egy hátborzongató történet. Az olyan, mint a régen a Libabőr sorozat volt. Nem használom a horror kifejezést, mert nem igaz, ez azért nem horror, tehát ez a gyerekeknek szóló könyv. De igen, hogyha elmondom a fülszöveg első két sorát, ez a mindegy, mi miatt ébredek fel éjszaka, tudom, hogy a bejárati ajtónál ott áll egy alak. Ez sok emberben, még felnőttként is, ez egy hátborzongató dolog. De pont ez a lényeg, hogy egy felsőst egy kicsit kilökjünk a saját megszokott helyzetéből, és fölkeltsük a figyelmét valamire. Egyébként maga a könyv annyira nem félelmetes. Nyilván vannak benne parásabb részek, ezért nem is ajánlom 8 éveseknek, de egy 10-11 éves gyereknek már simán. És amúgy, van egy kontra, valójában meg a fiam találta ki a Lapátos fickót 11 éves korában, mert ő látott egy Lapátos fickót a bejárati ajtónál. És én nem mondtam azt neki, hogy nem állott bejárati ajtónál egy Lapátos fickó, hanem inkább leültünk és megbeszéltük, hogy ő mit lát, meg hogyan látja, és ezt a módot találtam arra, hogy az ő félelmét eloszlassam, elkezdtem róla írni egy sztorit. És minden estére írtam egy fejezetet, és minden este haladtunk szépen a könyvelésén, szépen lassan, nem tudom, egy hónap alatt befejeztem a könyvet, és ő neki pedig elmúlt a Lapátos fickó látása. Akkor itt veszek én is, ide temetkezem, test romjai alá! Lázító, gyújtó beszéd volt. Petőfiék érezték is, hogy fú, most aztán nagy dolgok készülnek, úgyhogy elindultak vissza a városba. Petőfi elment abba a nyomdába, ahol 472 nappal előtte, tudjátok, kinyomtatták a 12 pontot, meg a nemzeti dalt is. Csináltatott plakátot, kiplakátolták a várost, hogy holnap népgyűlésre szóltak mindenkinek, aki csak szembe jött, hogy hú, lesz holnap, otthon nem maradjanak. Fáradtan érkezett haza. Amikor én elkezdek Petőfiről beszélni, akkor én először a 19. századról kezdek el beszélni. Egyrészt elmondom, hogy nézett ki akkor egy reggele egy gyereknek. Egyáltalán hogy nézett ki, milyen különbségek voltak egy utcaképben a mai utcaképhez képest. De ezt nagyjából tudják is.
Az erős rész ott kezdődik, amikor elkezdem mesélni nekik a fejekben lévő különbséget. Hogy olyan teljesen más popkultúrában nőttek fel azok a gyerekek, nem léteztek ezek a mesék, nem léteztek ezek a kötelező olvasmányok, nem léteztek ezek a mostani szuperhősös mindenfélék, ez egyáltalán semmi ilyesmi nem létezett, szinte minden a század második felében született meg az összes ilyen dolog, amiben ők felnőnek. És amikor ezeket hallják, akkor elkezdünk látni, vagy hát ők elkezdenek látni egy egészen távoli világot, ami tényleg sokkal távolabb van, mint amit így gondoltunk eddig Petőfiről. Ebben a világban született egy ugyanolyan celeb, mint amilyenekért ők rajonganak. És amikor megértjük az előadás egy pontján, hogy ez a celeb mekkora teljesítményt rakott rá az asztalra, akkor utána pedig megnézzük, ahogy ez a celeb felszáll a lóra, és elmegy, és mindezt hátrahagyja, és csak úgy meghal a hazáért. És akkor olyan csönd van a teremben, amilyen csöndnek kell lennie. Több éves gyűjtőmunka eredménye ez a kötet, amit a kezemben tartok, a gyönyörűen illusztrált könyv a néprajztudományban eddig kevesebb figyelmet kapó kemény cserepekről ad átfogó válogatást. Vendégem a szerző dr. Pál István, etnográfus, a Sóstói Múzeumfalu nyugalmazott igazgatója. Szia István, jó estét! Szervusz! Hát azt tudjuk rólad, hogy szinte szerelmese vagy a régi dolgoknak, és hát nyilván a szakmádból adódóan, de aki a közösségi oldalon követ, azt is látja, hogy időnként ki is teszed azokat a kis zsákmányokat, amit sikerül beszerezni, és most itt egy valóban gyönyörűen illusztrált könyvben mindezt meg is mutatod. A könyv címe a Bécsi szalagtól a magyaros stílusig. István, először magáról, erről a címről mesélj. Egyáltalán mi az a bécsi szalag? Amikor Magyarországon is elkezdődött a kemény cserépgyártás a 19. század első harmadában, akkor még a bécsi mintára készítették a díszítéseket ezekre a tányérokra, különböző kemény cserép tárgyakra, és ez a bécsi szalag egy vízszint, vagy egy tányér körvonalát követő csík, amiben kis apró pontocskák meghatározott sorrendben és kis apró vonalacskák helyezkednek el. Ezt látni kell, hogy ezt így nem tudom lerajzolni. Tehát innen indult ki, tehát ez a kezdet. És a kemény cserép tárgyakon lévő ábráknak a kiteljesedése, színessé válása, ez a magyaros stílus, ami a 19. század második felében, főleg Telkibányán, illetve Városlődön született meg, de érdekes módon az abban lévő legfontosabb motívum, a rózsa, a piros rózsa, vagy bordó rózsa, azt is bécsi rózsának nevezik, hiszen az is Bécsből származott. De ekkora már meg tudták oldani azt, hogy több színű is legyen a tányéroknak a díszítése. Közben én itt lapozgatom, és olyan meglepő, hogy látok ilyen klasszikus mintákat, ugyanakkor pedig olyan mintákat is, amelyek, bár tudom, hogy több évtizede készültek, vagy akár évszázada is, minden esetre nagyon mainak tűnnek. Tehát lehet, hogy érdekes módon a divatban ugye ugyanazok a minták kerülnek előtérbe. Ezt gondolom, hogy tájegységenként változik, hogy milyen színekkel, milyen motívumokkal díszítették, illetve koronként is változott a divat? Kezdjük az elejéről. Hogy tájegységenként nem lehet mondani, hiszen ez nem tájegység függő, ezek nem fazekas edények. Uh-huh. Tehát nem fazekasok által gyártott edények, ezek gyárilag inkább manufaktúrákban készült, nagy sorozat számban előállított termékekről van szó, amelyeknek ugyan a legnagyobb részét kézzel csinálják, hiszen egy-egy ilyen manufaktúrában 8-10-15 fazekas is dolgozott, mert a tányérok formáját ugyan géppel meg lehetett nyomni, de a díszítését azt mind festőasszonyok festették rá. A koncsókat, korsókat azt kézzel kellett továbbra is elkészíteni, de a gyári manufakturális menet miatt sokkal nagyobb mennyiségben lehetett előállítani.
a minták nem függenek attól, hogy most hol készítették őket, hiszen nagy volt a fluktuáció annak idején. Egyik gyárból a másik gyárba jártak, vagy mentek át ahhoz értő emberek, és vitték magukkal a motivumkincset is, amit festettek. Meg ha egyik gyárnak született egy olyan motivuma, aminél látták, hogy a piacon nagy a keletje, akkor minden további nélkül lenyúlták egyik a másikét, hiszen nem volt copyright, nem voltak levédve ezek a minták, és meg általában készítettek minden gyárban úgynevezett mintakönyveket, és annak alapján azt adták oda a festőasszonyoknak, akik ültek, mint most is Herenden például, ha festik a porcelánt, ott van előttük a minta, és az ügyeskező mesterek lemásolják azokat a mintákat. Gondolom, hogy egyébként azok a minták voltak a legnépszerűbbek, amiből most is a legtöbb van, ugye? Hiszen azért ezek törékeny tárgyak, tehát mert én magam is látok itt olyan edényt, amiről tudom, hogy nekünk is van egy ilyen, de például ilyen szivárvány színű, és nem tudom én milyen különlegességeket most életemben először itt látok a te kötetedben. Na most a kötetem, annak a kötetben lévő ábrák, illetve tárgyak, azok a megye közgyűjteményeiből származnak, tehát én végigjártam az összes múzeumot, meg tájházat, amiben ilyen tárgyak voltak, segítettek munkatársaim is, volt munkatársaim is, hogy hol látták és hova érdemes elmenni. Én ott mindent lefényképeztem, lemértem, leírás készítettem róla, és utána csináltam egy összeállítást, bizonyos témakörök szerint csoportosítva ezeket, vagy idő szakonként, hogy most 19. század, vagy a készítés helye például monarchián belül Magyarország, vagy a monarchián kívül, vagy az országon, Magyarországon kívüli monarchia beli keménycserépgyárakban készültek ezek, és akkor ennek alapján sikerült összeállítanom ezt a kötetet. 2 év kutatás, meg a Kisvárdai... Rengeteg fotózás. Igen, rengeteg fotózás, és a Kisvárdai Múzeumnak hála, Vovkori Máriának, aki bevette ezt az egészet egy uniós pályázati leírásba, és akkor ennek megfelelően ki is tudtuk adni. Először egyébként azt gondoltam, hogy ez mind a tied. Van olyan, amire nagyon fáj a szíved ezek közül a tárgyak közül? Hogyne, persze, de tudod, én múzeumban dolgoztam, és én nem is... A múzeumi etikai szabályzat nem engedte meg, hogy a múzeumban dolgozóknak saját gyűjteményük legyen. Én azután kezdtem el gyűjteni, amikor elmentem nyugdíjba. Én a múzeumnak rengeteg ilyet gyűjtöttem, és már nem is emlékeztem rá, hiszen nem foglalkoztam különösen. Akkor nem speciál. Voltál fertőzött ezzel a dologgal, vagy nem ennyire? Nem lehet fertőzött egy múzeumban dolgozó. Mert akkor hazavisz mindent. Pont ezért van az etikai szabályzat, hogy bemehetek olyan helyre, mint múzeumi dolgozó, ahová mást nem engednek be, kiszemelgetem magamnak, hogy ez az érték, ez megveszem magamnak, a maradékot elviszem a múzeumnak, és mindenki jól jár, de ez nem etikus, tehát ezt nem szabad. Utána már etikus, és ez levezetésként is jó volt, amikor nyugdíjba mentem, hogy továbbra is tudtam foglalkozni a szakmámmal, igaz, hogy már magamnak, és úgy jött össze egy olyan 706, most jelenleg 760 tárgyból álló keménycserép gyűjtemény, ebből körülbelül 700 a tányér, különböző mind, amelyiket én sajátomnak érzek, és a feleségemmel együtt nagyon szeretjük őket, és szeretjük a vásárra járást is. Most képzeld el, hogyha olyan fiatalon mehettél volna a nyugdíjban, mint mondjuk korábban akár a rendőrök, akkor valószínűleg már nem 700, hanem 1700-nál járnál, de én azt kívánom, hogy erőben és egészségben még több évtized jöjjön, ahol különlegességekre bukkanhatsz akármelyik magyarországi régiség piacon, vagy esetleg valaki, aki majd ezt a kötetet a kezébe tartja, az majd felhív, hogy István, nekem olyan valami, amilyet nem is láttam még a kötetben. Kinek ajánljuk egyébként ezt a kötetet? Ez egyébként a proféta szóljon belőled, hogy valaki felhív, hogy nekem is van, és neked akarom adni. Tehát kinek ajánlom? Mindenkinek, aki szereti a szép képeket, aki esetleg saját maga is elkezdett gyűjteni már keménycserép tárgyakat, de nem biztos benne, hogy most ez keménycserép vagy porcelán-e, hiszen mind a kettőnek ugyanaz az alapanyaga, csak az összetétel százalék más egyiknek meg a másiknak, és akkor ebből talán inspirációt kap arra, hogy megállapíthassa, hogy most ez keménycserép, vagy porcelán, vagy fazekas termék, az is természetesen. Ha nem kemény cserép, akkor az nincsen benne ebbe. Tehát akkor gyanús lehet, hogy akkor nem kemény cserepe van, de azért biztosabb, ami biztos.
és mindenki, aki szép könyveket, aki esetleg szép könyvet akar ajándékozni valakinek, érdemes megvenni, akár karácsonyi ajándékként is szép lassan beszerezni. Még van néhány hónap ugyan, de még el nem fogyadék legyen. István, gratulálunk szívből, és köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a tudásodnak egy kis szeletkéjét, hiszen nyilván el sok évtizeden át kell tanulmányozni a kemény cserepeket. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézők, ezzel vége a Weekend első részének. A híradó után többek között a Kálai gyűjtemény programjairól beszélgetünk majd. Az év múzeuma idei pályázatán lett külön díjas a nyíregyházi Kálai gyűjtemény. Az intézmény a közelgő múzeumok éjszakájára is gőzerővel készül. Vendégeim Dohanics László, a gyűjtemény vezetője, valamint Szabó József Mihály, a nyíregyházi egyetem Lego Education Innovation stúdió szakmai vezetője. Sziasztok! Jól ejtettem? Jól ejtettem, igen, köszönöm. Azon dilemmáztam, hogy a stúdió vagy stúdió, de... Magyarosítsunk, Lego Education Innovation stúdió. Egy picit először beszéljünk magáról, erről a stúdióról, jó? Hogy rendben. Hogy képzeljük el? Ez a stúdió, ez Kelet-Közép-Európában egyedülálló ilyen módszertani kutatói fejlesztői stúdió. Nyíregyházi Egyetemen található. Ami egyedisége, ugye, hogy mi nem a hagyományos Lego játékot helyezzük előtérbe, hanem oktatási szemmel nézzük, hogyan tudunk fejleszteni egy óvodást, egy általános iskolást, akár egy egyetemi hallgatót ezekkel az eszközökkel, és itt teljesen az alap duplótól egészen fel a technik típusú legókig minden megtalálható nálunk, de itt tényleg óvodáskortól egyetemig. Tulajdonképpen akkor itt mérnökök, pszichológusok és tanárok együttműködéséről van szó? Igen, igen, ez egy 42 éve működő dolog, ugye teljesen külön áll a Legótól, mert ez az oktatási része. Mi kifejezetten gyakorló pedagógusokat oktatunk, valamint magában az egyetemi oktatásban is megjelenik a Lego Education-nek a módszertana, és ezzel próbáljuk megmutatni azt, hogy hogyan lehet kézzelfoghatóvá tenni a tantárgyakat, matematikát, történelmet, irodalmat, de ugye most a fő cél az a technika lesz, így a technikát és a robotikát is bemutatjuk. Na hát erre a múzeumok éjszakáján lesz lehetőség, hamarosan beszélünk is erről. Előtte viszont egy kicsit a Kálai gyűjteményről, ahol most minden gyakorlatilag centralizálódik, ami múzeumot jelent, ugye a József András Múzeum jelenleg folyó átépítése miatt. És hát először is gratulálunk, ugyanis a Kálai gyűjtemény az év múzeuma 2022 pályázat külön díjasa lett. Mivel jár ez a külön díj? Így van, ezt a díjat a Pulszki Társaság írta ki 1996-tól. Nekem volt szerencsém 2019-ben a József András Múzeum igazgatójával, dr. Émes Tiborra átvenni már az év múzeuma díjat, úgyhogy külön élmény volt, hogy mi a két forduló után bekerültünk, mondhatom azt, hogy az ország top 7 kisebb múzeuma közé, és utána jött a levél, hogy külön díjasai lettünk ennek a pályázati kiírásnak. Tulajdonképpen itt négy fő kritérium volt, amit néztek a pályázati elbírálók. Az egyik az, hogy milyen kulturális szerepet tölt be a város életébe a Kálai gyűjtemény, mennyire professzionális a gyűjtemény kezelése, milyen kapcsolatrendszert épített ki a kultúrás és társintézményekkel városban, megyébe, és magának a kiállításnak a technikai kivitelezése, az mennyire modern, mennyire korszerű, hát amilyenkre azt lehet mondani, hogy 21. század, hiszen minden digitalizált, minden interaktív, és ennek eredménye az, hogy 21-én szombaton a Nemzeti Múzeum kertjében tudtuk átvenni ezt a külön díjat. Na hát gratulálunk, Misi, te is úgy látod, hogy abszolút 21. századi a technika? Nagyon-nagyon jó. Voltunk bent a múzeumban, körbejártunk mi is, és lenyűgöző egyszerűen, ami ott található. Én ismertem még a Kálai gyűjteménynek a régi vezetőjét is, és a régi Kálai gyűjteményt is, ahol megvolt ugye még az Omnia mellett. Teljesen más volt a kettő, itt egy virtuális közösség van, egy nagyon jó olyan tér, ahol igazából a fiatalok is jól érzik magukat. Hát most közben a nézők láthatnak is egy pár vágóképet, és már ezzel is motiváljuk őket, hogy a múzeumok éjszakáján vegyenek részt, ahol többek között ilyen nagyon különleges dolgokkal is találkozhatnak, amit most többek között ide el is hoztatok. Ezek ugye robotok, mondhatni. Igen, egyik része robot, ugye található itt egy nagyobb
úgynevezett EV3 robot. Ez az, amit szoktak használni általában világversenyeken, vagy különböző olyan LEGO versenyeken, ahol robotikával foglalkoznak. Ő mit tud? Ő egy elefánt, ő ugye? Ő egy elefánt, igen. Ő járni tud, az ormányát mozgatja, igazából azokat a funkciókat látja el, amit a gyerek felprogramoz neki. Uh-huh. Ugyanis ezeket általában 10 év körüli diákok programozzák, ők építik és ők is programozzák fel ezeket. Egy nagyon hosszas folyamat ez, de nagyon profik benne. Vannak olyanok, amik technikára, megújuló energiára, szélenergiára használható, és ezeket bemutató eszközök. És van olyan, ami már a legújabb eszközök, ez a LEGO Spike eszköz, amivel már akár érzékenyítést is tudunk, például itt akár egy műkezet tudunk bemutatni, uh-huh. hogyan lehet ezzel fogni, ugyanis vannak olyan fiatalok a világon, akik például amputált kézzel vagy vele született rendellenességgel rendelkeznek, és megépítették LEGO-ból a saját kezüket, vagy lábukat, vagy bármi olyan testrészt, amiben ők hiányt szenvedtek, és ezeket is próbáljuk ezekkel bemutatni és szemléltetni. Ez döbbenetes. Egyébként, amit említettél a 10 éves gyerekekről, ők iskolai képzésben sajátítják el ezeket az ismereteket, és azoknak a pedagógusoknak a jóvoltából, akiket ti képeztek? Igen, általában ezt helyi iskolákban, tehát helyi környezetben, ahova járnak, általános iskolába vagy középiskolába tudják elsajátítani. Elmúlt 2-3 évben több mint 700 pedagógust képeztünk ki erre, csak a megyéből, hogy ezt tudják használni és alkalmazni, és még szeretnénk még többet erre, még több pedagógust erre buzdítani, hogy használják, és az iskolákat is, hogy használják ezeket az eszközöket, de tényleg itt az irodalomtól, a matematikától, a fizikán keresztül, teljesen a robotikáig mindent le tudunk fedni. Laci, látom a szemeden, hogy téged is lenyűgöznek ezek a dolgok, és utoljára szerintem LEGO valamikor régen volt a kezedben, ugye? Vagy a talpad alatt? Így van, a talpam alatt is volt, amikor a lányom játszott el és kint hagyta, de ez az ötlet, hogy honnan jött a Kállai Gyűjteménynek a múzeumok éjszakájára, mi közösen agyalunk mindig az éves programon, és én azt hiszem, most ezzel a programmal nagyon beletaláltunk, mert a Kállainak célja az, hogy családokon keresztül szólítja meg a programjai a látogatókat, és ez szerintem minden korosztálynak az lesz. És még egy dolgot hagyd mondjak el, hogy én nem is gondoltam volna, hogy olyan egyesületek, társaságok, cégek fognak partnerként egymást is ajánlva bejelentkezni, illetve a mi megkeresésünk után, ami most mondjam azt, hogy kb. 10 céget, 10 társaságot jelent, úgyhogy a széles skála lesz, mert a robotautótól, a hostess robotig, az ipari robotokig, a szimulátorig, nem is tudom sorolni, ez ugye Józsinak a szakterülete, de valami fantasztikus, látványos lesz az egész éjszaka, és ezért lehet, hogy egy óráig írtuk, de lehet, hogy 2 óráig leszünk nyitva, de utána 16 órától 25-én. Elképzeltem a jövőt, lehet, hogy pár év múlva már mondjuk egy olyan robotmúzeum igazgató fogad minket, akiről nem tudjuk eldönteni, hogy húsvér vagy robot. Minden esetre biztos vannak helyzetek, amikor jobban is bírják a gyűrődést, éppen arról beszélgetünk, hogy vannak olyan szakmák, ami hát egyre kevesebben jelentkeznek, például a fizika tanárnak vagy kémia tanárnak, el tudom képzelni, hogy lesz egy olyan időszak, amikor már mondjuk robotok tanítják a gyerekeket, de azért ettől még távol vagyunk. Misi, talán arról mesélj egy picit, hogy minden család be tud ebbe a dologba majd kapcsolódni? Tehát kicsik, nagyok, és hogy lesz majd ott a helyszínen? Igen, igyekszünk úgy biztosítani a játék feltételeit, hogy kicsiknek, tehát akár óvodás korosztálynak is, általános iskolás korosztálynak is megfelelő legyen, de én úgy tapasztaltam, hogy a legkisebbeknek szánt játékok általában a legnagyobbaknak is megfelelnek, ideértve magamat is, tehát általában a legjobb játék az mindig a felnőtteknél kezdődik, és utána a gyerekek kiszorulnak, de mi ezt próbáljuk majd egy kicsit azért rájuk koncentrálni, és velük foglalkozni majd. Tehát nem úgy lesz, hogy aztán apukától meg anyukától a gyerek nem tud hozzáférni a dologhoz, mert mondjuk ez tényleg sokszor előfordul. Ugye a szülők először úgy kelletlenül, aztán utána, amikor megérzik azt a fajta önfeledtséget, amit ugye gyakorlatilag a játékban tudunk mi felnőttek is megélni, az egy nagyon jó dolog, hát az az igazi flow, amikor ugye
el is feledkezünk arról, hogy mi minden nyűgünk van. Tehát erre is lesz lehetőség. Lesznek-e még olyan különlegességek, amit ajánlanál, Laci? Mindenféleképpen, tehát mint mondtam, családi programként hirdetjük ezt a múzeumok éjszakáját. Gondoltunk a gyerekekre is, mert a Miecske óriás játékokat egy 50 négyzetméteres szőnyegre azért a kicsiknek kirakjuk. Egy kis robotos tánc dolgot is belevittünk, itt egy jó hírű nyíregyházi tánciskola tánccsoportnak a révén, úgyhogy próbálunk egy kis vendéglátás is természetesen, ami kell hozzá, de itt a lényeg az lesz, hogy nem csak szemmel lehet nézni, hanem itt sok mindent ki lehet próbálni, meg lehet tapintani, meg lehet fogni, akár még játszani is vele, úgyhogy szerintem ez minden korosztály számára nagyon izgalmas lesz. Tehát ami egyébként a múzeumban ugye ezt lenni szokott, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek. Nálunk már nem, mert ugye nálunk kéznek, lábnak, fejnek mozgással mindent lehet. Testrészt megmozgattuk. Tehát ez most már kell. Azt jutott eszembe, hogy hát legót ropogtatni nem lehet, de biztos, hogy valami finomság is lesz, ahogy említette, tehát vendéglátás is, és nagyon sok izgalom. Mikor nyit maga a múzeumok éjszakája? 25-én szombaton 16 órakor van a kapunyítás, 17 órára tervezünk egy megnyitót, és ez hajnal 1 óráig írtuk, de hogyha a hangulat és az érdeklődés, akkor akár 2 óráig is nyitva leszünk, és várjuk a kedves látogatókat, érdeklődőket ezen a estén, és reméljük, hogy jó idő lesz, sőt, jó idő lesz. Így legyen, így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És köszönjük szépen. Kedves nézők, zenével megyünk tovább. Világversenygyőztes kórusok érkeznek idén a 14. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Az eseményt legutóbb 2018-ban rendezték meg Nyíregyházán. A Cantemus Kórus 1996 óta 2 évente szervezi meg a fesztivált, és az azt kísérő karvezetői mesterkurzust. Idén többek között Észtországból, Spanyolországból és az Egyesült Államokból is érkeznek együttesek. A világjárvány előtti 2018-as felvételek a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában. A Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválra akkor több ázsiai ország mellett Dél-Afrikából is érkeztek énekkarok. A 2020-as online programsorozat után idén augusztusban ismét vendégeket fogadnak Nyíregyházán. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, többek között Észtországból, Spanyolországból, Olaszországból és Törökországból is érkeznek világversenygyőztes együttesek. 4 évvel ezelőtt volt az utolsó rendes fesztiválunk, az nagyon nagy sikerrel és nagyon nagy élményekkel zárult, és hát ugye rá 2 évre, vagyis 2 évvel ezelőtt csak egy online kiadást tudtunk összehozni, ez pont a pandémia legközepén így alakult. Úgyhogy most nagyon nagy várakozással és igyekezettel fogtunk neki, hogy hát ha újra sikerül egy ilyen igazi, élő együttlétet szervezni a világ jó énekkaraival. De hát úgy tűnik, hogy egyrésztről nagyon megcsappant az énekkaroknak a mennyisége világszerte. Tehát nagyon sok kórus az elmúlt 2 év alatt feladta a küzdelmet és megszűnt létezni. Ez egy nagyon nagy érvágás volt másrésztről. Még mindig nagyon nehezen mozdulnak meg az énekkarok, pláne külföldre nehezen mennek. Úgyhogy most teljesen más struktúrával álltunk neki a szervezésnek, és azt gondoltuk, hogy a kórus kapcsolatainkból a legjobb, a legkitartóbb, vagy a legközelebbi ismerőseink közül hívunk meg vendégeket, akik feltetőleg ugyanabban a helyzetben vannak, mint mi, hogy alapvetően nagyon szeretnének mozdulni, meg nagyon szeretnének énekelni, csak nem tudják, hogy hova és hogy lehet ezt megoldani. Tulajdonképpen nagyon nagy változás így nincsen, a külső szemlélő nem fog tapasztalni, mert 10 énekkar érkezik, főleg Európából, de az Amerikai Egyesült Államokból is jön egy kórus, és itt vannak a mi helyi vendéglátó énekkaraink, tehát összesen 16 énekkar fog megmutatkozni a fesztivál során. Ez nagyjából ugyanaz a szám, mint ahogy az elmúlt években tapasztalhatták a nyíregyháziak. A koncertek mennyisége sem változik. A minősége feltehetőleg javulni fog. Tehát elképzelhető, hogy tényleg magasabb színvonalú produkciókat hallunk majd. Ugye itt most nem önkéntes alapon jelentkeztek a kórusok, hanem célzottan tényleg a legjobbakat hívtuk, úgyhogy szerintem ebből a szempontból még izgalmasabb lesz. A Cantemus 1996 óta 2 évente rendez kórusfesztivált és karvezetői mesterkurzust,
A mára nemzetközileg is elismert rendezvény sikeréhez a nyíregyháziak és a megyében élők is nagyban hozzájárulnak. A város vezetésnek az kiemelten fontos, hogy egy ilyen nemzetközi hírű, jól megalapozott zenei műhely, mint ami itt van a Kodály Zoltán általános iskolában, az permanensen menjen mindenfajta problémák mellett ellenére, elsősorban a Covid járványra is annak a hatásaira gondolok, ami ugye a bezártságot eredményezte egy időben, egy olyan műfajban, ahol az élő gyakorlások, a próbák, azok nem hiszem, hogy helyettesíthetőek, és a város ezt rendszeresen külön is dotálja. 6 millió forintot adunk minden évben, nyilván más támogatások mellett a Kantémusz kórusnak, hogy ezt a fesztivált ezt meg tudja rendezni, hiszen Nyíregyháza városának a nagy rendezvényei között szerepel. Az idei fesztivál rendhagyó, hiszen a résztvevő kórusok nem versenyeznek majd. A hagyományokhoz híven azonban lesz folklórest a Kossuth téren, és az augusztus 20-ai gálakoncert sem marad el. A közönség augusztus 16-a és 21-e között Nyíregyházán kívül Vállajon, Tiszadadán, Nyírbátorban, Tokajban, Gávavencsellőn és Kálósemjénben is hallhatja a nemzetközileg elismert együtteseket. Nem tudom, hogy más művészeti ágakban vagy az élet más területén mennyire hosszú távú negatív hatást gyakorolt, de azt biztosan érezzük, hogy a kórus életet nagyon visszavetette. Tehát azok az adatok, amiket külföldről is, meg ismerősöinktől hallunk, meg amit alapvetően tapasztalunk világszerte, ez azt mutatja, hogy a kórusok életét totálisan ellehetetlenedett. És az a két év meg elég hosszú időszak volt ahhoz, hogy nagyon sok kórus megszűnjön. Az a pezsgő amatőr kórus élet, aminek mi is ugye a részét képeztük, az most teljesen megállt. Hallunk más fesztiválokról, más versenyekről is Európa szerte, világszerte, ahol negyedére esett vissza a jelentkezők létszáma. Ugye ezek a kórusok vagy teljesen megszűntek, vagy egyelőre még nem tudtak talpra állni, mert azért egy ilyen művészeti ágban egy ekkora kihagyás az évekre veti vissza az ember teljesítményét. És hát meglátjuk, hogy ebből lesz-e még felépülés, vagy most már alapvetően a világ ennyivel kevesebb kórussal fog rendelkezni. Hát én azért bízok benne, hogy idővel vissza fog állni a rend. A koncertek nagy része ingyenes, a korlátozott férőhelyes helyszíneken azonban jegy, illetve bérlet szükséges. A fesztiválhoz kapcsolódó karvezetői mesterkurzusra számos növendék vagy kezdő karvezető érkezik. A mesterkurzus egy nappal hamarabb indul, és egy nappal később fejeződik be, mint maga a fesztivál. Ezt Dénes bácsi, ugye Szabó Dénes Kossuth Díjas karnagy úr tartja a Promuzika Leánykar és a Kantémusz gyermekkórus részvételével, és hát ide a világ minden tájáról érkező karvezető növendékek, vagy fiatal kezdő karvezetők érkeznek, akik végre élő énekkaron tudják kipróbálni ugye azt a repertoárt, amit egyébként feltehetőleg nem nagyon tudnak máshol megvalósítani, mert a kórusaik nincsenek azon a színvonalon, hogy ezeket a nehéz műveket elénekeljék. Itt viszont egy ilyen kiváló közegben, és hát nagyon jó szakmai vezetés mellett gyakorolhatják a karvezetés minden titkát. A résztvevők záró hangversenyét augusztus 21-én rendezik meg a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Nyíregyházi Anzix címmel rendeztek városnapi programot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban. Az eseményen a helytörténeti előadások mellett fotókiállítás is nyílt. Azok a 80-as évek című utazó tárlat június közepéig megtekinthető az intézményben. Ezt a levelet 269 évvel ezelőtt, 1753. májusában gróf Károlyi Ferenc írta. A telepítési pátenslevélben a Békés megyei jobbágy gazdáknak ígért kedvezményeket azért, hogy Nyíregyházára települjenek. Az esemény apropóján minden évben városnapi programsorozatot szervez az önkormányzat. A megyei levéltárral közösen Nyíregyházi Anzix címmel helytörténeti előadásokat is tartottak. Ez egy olyan jelentős évforduló Nyíregyházának a szempontjából, amely 269 évvel ezelőtt a városúra telepítéséhez vezetett, és rá 30 évre már temploma volt, már városközpontja volt a városnak, tehát az ide települtek, akik idejöttek Szalvasról, Felvidékről, az ország különböző pontjairól, ők nagyon nagy munkát tettek ebbe a városba bele, és
abba is, hogy ez a fejlődés az lényegében töretlen legyen már majdnem 270 éve. Ha belegondolnak, hogy eljöttek egy majdnem üres, hatalmas területre, és az építőanyag, a fa, a különböző habarcsok, a munkáskéz azért kellett hozzá. Minden fát meg kellett gyalulni, le kellett vágni kézifűrésszel, tehát itt óriási munka folyt több éven keresztül, hogy a lakhatási körülményeket megteremtsék, és emellett gondolkodni kellett az élelmezésről, vagy gondoskodni kellett az élelmezésről is, mert nem jöttek nagy karavánok ebben az időben, még ugye, ezekre a részekre, tehát közben a földet is művelni kellett, az állatokat is etetni kellett, tehát egy ilyen párhuzamos munka folyt, és ezért is azt gondolom, hogy ez külön értékelendő dolog. Az eseményen a város újratelepítésében résztvevő békés megyei családok történetéről is hallhattak előadást az érdeklődők. Az újkori Nyíregyháza megteremtésének, kultúrájának alapjait adták ezek a telepesek. Rögtön Nyíregyháza megalapítása a békés megyei családokhoz köthető. 1753-ban gróf Károlyi Ferenc kezdeményezésére hívó szavára, aki Csongrád megyei birtokait felkeresve vetődött a Délalföldre, Szarvason megfordulva közzétette azt, hogy elhagyatott birtokai betelepítésére jobbágygazdákat szívesen látna, és erre az invitálásra szarvasi, komlósi, endrődi kisebb számban csabai és orosházi gazdák élve a felajánlással az áttelepülés mellett döntöttek, és 1753 végén voltak, akik már az őszivetést is itt végezték el, a családtagjaik, illetve a fiatalabb házas családok pedig a következő év tavaszán települtek át, és utána nagy rajokban még más familiák is követték őket. Ez volt az az első nagy betelepülési hullám, ami az újkori Nyíregyháza alapját megvetette. Utána az a impopulátornak nevezett településszervező, akit Károlyi gróf felkért, Petrikovics János, a felvidéken is toborzó utat hajtott végre, és az ottani megyékből is szlovák lakosok érkeztek ide Nyíregyházára, de ők mindig is elkülönültek a Békés megyéből érkező ős lakosnak tekinthető nyíregyházi gazdáktól. 200 körüli család volt, aki útra kelt, és a számuk fokozatosan gyarapodott az új betelepülőkkel, illetve a természetes szaporodás során, ahogy népesedtek a családok, úgy erősödött, izmosodott a település lakosság száma. Generációkon át a legfontosabb emberi közösségek meghatározó köteléke a családi kapcsolatokban nyilvánult meg. Még több generáción át a házasodási, komasági kapcsolatok is fönnálltak a kibocsátó békés megyei települések és Nyíregyháza között, de nagyon fontos összekötő elem volt az evangélikus hit, amely ugyanúgy Békés megyében, mint itt Nyíregyházán is egy meghatározó dolog volt. Az első lelkészüket is, Vandlik Mártont, Csaba evangélikus lelkészét hívták meg, aki itt is ezt a funkciót töltötte be, és a lelki gondozást végezte, és az ő emléküket a mai Nyíregyháza is mindenben megőrzi. Elég a Vandlik Márton utcára, a Szarvas utcára, ami az első betelepülők legelső lakhelyét jelentette, és persze a városalapítók atyának a szobrára gondolnunk. A rendezvényen szó esett arról is, hogyan változott Nyíregyháza városképe a modern építészeti trendek hatására. A modern építészet az megváltoztatta a városképet, és a nagy közönség tulajdonképpen még ma is azokhoz a historikus épületekhez kötődik, amelyek eddig is tetszettek neki, de a modern építészet kénytelen volt azzal a technikai haladással együtt lépni és megváltoztatni azokat a struktúrákat, amelyeket az emberek annyira szerettek. Én most arra törekedtem, hogy bemutassam azokat a trendeket, amely a modern építészek próbálkozásai abban a tekintetben, hogy megszerettessék, karakteressé tegyék a új épületeket is, mert lehetetlen az, hogy miközben minden változik, az építészetet még mindig, a modern építészetet úgy elítélik. Hát nézzük csak meg az emberek ruhája, autói, hajviselete, mindenki halad a korral. Van egy trendje Nyíregyházának, a szerkezetes építészet, amelyik
egy iskolája lett, és messziről nézve azt mondják, Nyíregyháza ilyen szerkezetes. Hát ilyen a művelődési ház is egy csomó szerkezetes ház, amely körülötte épült, a színészház, az SMT, de a volt pártház is, minden, amelyik a szerkezeteit kívül hordja. Aztán nagyon sikeresek azok, amikor beilleszkednek a történeti városképben az új épületek, tovább építik azt, és gazdagítják, és összeegyeztethető a múlt törekvéseivel a jelenkor új trendje. Ilyen például a színház, ilyen például az a lelkipásztori központ a katolikus templom mögött. A program kísérő rendezvénye az Azok a 80-as évek című vándorkiállítás, melynek utolsó állomása a megyei levéltár. A Magyar Nemzeti Levéltár és a Szentendrei Skanzen közös projektje indult el tavaly, amikor egy 1984-ben készült fotósorozatban szerették volna bemutatni a településeket. Sajnos a mi megyénkből, Nyíregyházáról nem készült ilyen, csak Nagyecsedről és Máriapocsról, valamint a hozzájuk tartozó településekről. De mi úgy gondoltuk, hogy a nálunk lévő anyagban főképpen személyes és családi anyagok ezek. Megmutatjuk, hogy hogy nézett ki 1984-ben, 85-ben Nyíregyháza, úgyhogy ezek a képek a mi anyagunkból készültek. A fotókiállítás június közepéig látogatható a megyei levéltárban, addig a városalapításhoz kapcsolódó eredeti dokumentumok is megtekinthetők a helyszínen. Sarki fehér farkas hármasikrek születtek a Nyíregyházi Állatparkban. Az Észak-Amerika sarkörön túli területein őshonos állat, a világ egyik legnagyobb testű farkasa. A kölykök szerdán átestek életük első orvosi vizsgálatán is. Páratlan felvételek a Nyíregyházi Állatparkból. A képeken az látszik, hogy a sarki farkas mama hogyan gondozza kölykeit a maga készítette kotorékban. A gondozók így folyamatosan végig tudják kísérni a kicsik fejlődését. Nemrég érkezett ez a sarki farkas tenyészpár, belga anyuka és cseh apukának az utódairól van szó. Azonnal egy hullámhosszon voltak, és most már 63 napnyi vemhesség után világra is jött első szerelmük gyümölcse. Alapvetően ez a faj, ez az alfaj Észak-Amerika olyan területein él, ahol sarköri viszonyok uralkodnak. Éppen ezért jellemző erre az alfajra, hogy hatalmas méretű és fehér színűek, de csak is a felnőtt állatok, tehát az apróságok még rejtőszínnel szőrzetek. A három csöpség most még ebben a teljes ládában is kényelmesen elfér. Életük első állatorvosi vizsgálatára hozták ki őket a szakemberek. A farkaskölykök most 17 naposak. Hát egy általános állapotfelmérés történt, megmértük a súlyukat, ellenőriztük a fejlettségi állapotokat, illetve féreghajtó pasztát kaptak, valamint megkapták az első vakcinájukat, illetve egyedi azonosítókat. A hármasikrekből egy kölyök nőstény. A kicsik szeme már kinyílt, és hamarosan kúszás helyett járni is képesek lesznek. A kicsik nyilván még anyatejjel táplálkoznak, körülbelül 6-7-es korukig ez így fog történni, azután pedig folyamatosan fognak átszokni a szilárd takarmányra, nyilván ez farkas esetében a hús. Viszont lesz egy átmeneti időszak, mikor az anyaállat a felöklendezett hússal fogja őket etetni. A sarki farkas az Észak-Amerika sarkkörön túli területein honos állat. Tundrán él, kisebb családi közösségekben. Télen esetenként a családok nagyobb hordákba verődnek. Én búcsúzom önöktől, ha tehetik, töltsék együtt és kellemesen a gyermeknapot is. Találkozunk jövő héten, pénteken ugyanebben az időben. Viszontlátásra!